Magyar hangok. Forgács Péter. Tompos Kátya. Jakab Csaba, Nyakó Júlia. Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor. Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke. Kelemen Kata, Kobela Kíra, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Régler Renáta, Kertész Péter, Martin Márta. Mavi szerelme. Birgül? He? Mit csinálsz? Mint láthatod, csirkét rizssel házi be. Ja, Istenem! De más kellett volna csinálni ma vacsorára. Honnan jött most ez a csirke rizssel? Na várj, ez nem nekünk lesz. Szervet akarja felajánlani a szegényeknek. Ez egyfajta adomány lesz nekik tőle. Ja, valóban. Szervet így figyel a szegényekre. Miért magyaráz mindent félre rólam? Nem tehetek én is valami jót az emberekkel? Ez még esetleg eszébe sem jutott. Jaj, dehogy nem. De akkor, ha valaki fizet érte, akkor nem kétlem, hogy így van. Akkor simán elhiszem szervet. Elég a süket duma. Ki vele? Mi ez az akció? Na, mondd csak el nekem szépen. Gyerünk, ki vele? Ahogy Birgül mondta, a cél, hogy segítsünk a szegényeknek. Mm-hmm. De mivel egy okot keres, hadd mondjam el. Ezen a napon halt meg az anyám. Mi? Csak is az ő emléke miatt teszem. Rendben van. Sajnálom. Ez szép dolog tőled. Isten áldjon érte, lányom. Hát akkor... folytassátok. Legyen nagyon finom. Jól van. Az lesz. Ha csak egy doboz gyufát veszek, az is jó érzés. Mindig, minden alkalommal. Most? Nem tesz boldogá? Nem Jamal úr énekel? De! Csak hogy nem úr! Mostantól ő ellenség! De szégyentelen! Hogy mersz énekelni? Na várj csak! Tudom, mit kell ilyenkor csinálni. Na várj csak, megkapod a magadét. Ach, Jolona, kurban keszek, nenni de szafiem nenni. Ach, Jolona, kurban keszek, nenni de szafisim nenni. A te drága szafijét! Valóban, a te drágád ilyen dalokkal és versekkel vakítottál el évekig, jól mondom én, ugye, édesem? Tessék, na, nesze! Hagyd már abba! Még betöröd a fejemet! Igen, azt akarom! Széttöröm a koponyádat, mint egy szép nagy dinnyét! A koponyádban csak hazugságok vannak, látni sem akarnak! Tűnj el innen! Szefie, figyelj, hagyd abba! Nem látod, hogy dinnyét akarok kötni veled? Ne dobálj már gyümölcsökkel és zöldségekkel! Fogd be! Menj a francba, Jamal! Ne dobálj már, hallod? Navi, az Istenért, állítsd már le, kérlek! Ne! Én csak segíteni jöttem, Jamal! Na, ez Szafie miatt kapott, rendben van? Navi, mit beszélsz és mit csinálsz? Ne csináld már te is! Ez Szafie megtört szíve miatt kapott! Nesze neked! Állj le! Ne dobálj már! Mi történt, Szafie? Hirtelen megsajnáltad a férjedet! Dehogy is, édesem! De ez mind bió! Ezeket ne dobáld el Jamal miatt! Csak... sima krumplit és hagymát. Igaz is. Tessék, Jamal! Tessék! Ne dobáljatok már! Csendet! Ne szólj bele! Nesze! Szafie, most dühös vagy! Ne menekülj! Beszéljünk holnap, rendben van? Nézd, holnapra megoldom a gondot! Ezt megígérem! Bebizonyítom, hogy ártatlan vagyok! Kíváncsi vagyok, mit oldasz te meg! Még hogy te ártatlan! Kifelé! Dicsőségesen térek vissza, Szafie! És ne gyere vissza soha többé! Hát ez a te titkárnőd nagy butaságot csinált.
Ami helyében én is gyanút fogtam volna, az biztos. Ja, keveri a lapokat. De nem ez a lényeg. Amíg ez a nő itt kavarog a lányom és a vejem körül, nem lesz itt véke. Nem bízom meg ebben a nőben. Szándékosan tette. Ez tiszta rémálom. Ali, rúgd ki a titkárnődet! Á, azt nem lehet. Nem szándékosan tette. És elmondta. Nagyon megbánta az egészet. Fiam, értem, hogy nem akarod kirúgni, de engedély nélkül használta a bankkártyádat, pedig te megbíztál benne. Felelősségre kell vonnod. Nem, szerintem. Ennyi nem lesz elég ellene. Mert szégyentelen. Fiam, te túlságosan kedves vagy. Senkit nem hiszel gonosznak. Még mindig hiszel ennek a nőnek. De anyuka azért mondja ezt, mert most mérges. Ő nem gonosz. Amúgy megbeszél Mavival, és elmondja neki az igazat. Ne is aggódjon. Be sem kellene engednem téged ide. De kíváncsi vagyok. Azért jöttél, hogy tovább hazudasz nekem? Mi? Hogy ártatlan vagy? Nem, Mavi. Most elmondok neked mindent. Én nem akartam, hogy kiderüljön, de... Mi Alival egészen máshogy akartuk elmondani neked, hogy mi van köztünk. De elkéstünk. Mit csinálsz itt, Fatma? Most nézd meg! Látod, most jöttem ki a börtönből. És tessék, király helyett bohócként kezelnek. Igen, ezt tették veled, Jamal. Egyértelmű, hogy a lány mástól terhes, és hazudik most. Jaj, ezt tette veled az a lány, Jamal. De most tisztára fogom mosni a nevemet. Igen, ezt fogod tenni, ugye, Jamal? Fatma, kérdeznem kell valamit. Miért ütöttél meg reggel? Nem tudom. Miért is ütöttelek meg? Szégyed magad! Egyáltalán nem bízol bennem. Olyan ember vagyok, aki megcsalja a nejét, Fatma. Miért nem? Nem vagy hűtlen! Ó, csak nem hajdár van nálad. Honnan szerezted? Gyorsan tedd el az Istenért. Ez veszélyes! Ő semmire kellő! Teherbe ejtetted azt a lányt! Te hűtlen, te! Te még mindig ezt csinálod! Fatma! Ha először én azt a gülá, igaz? Az Isten verjen meg! Van valaki más is? Hagyd abba! Ne szereked! Megérdemled! Te szégyentelen! Fejem, ez fáj! Tényleg? Nem érdekel? Bár csak betörne a fejed! Mivel te a nőket töröd be, én a fejedet fogom! Megtöröm a fejedet, szétverlek! Tűnjél! Széttörted a csontjaimat! Na! Én édes hajdarom! Mikor rájöttem, hogy vonzódunk egymáshoz, el akartam menni innen, de Ali állandóan utánam jött. És még ide mersz hozzám jönni? Hogy képzeled, hogy ilyeneket mondasz nekem? Színem, te a barátom voltál. A barátom! Szereztem neked munkát, mert szükséged volt rá, és ezt kapom érte? Mit képzelsz te magadról? Ha tudtam volna, hogy ez lesz, szerinted vállalom ezt a munkát? Tudod, hányszor próbáltam meg felmondani? De Ali minden alkalommal leállított. Egyszer meg is vettem a jegyet Isztambulba, és már kint voltam a reptéren. De ő oda is kijött, és könyörgött nekem. Kért, hogy ne menjek el. Könyörgött. Nem mehettem elég. Fogd már be a szádat! Ne mondj többet. Vagy tudod mit? Inkább mondjál nekem mindent. Hogy kezdődött? Na ki vele? Az első munkanapomon Ali már is érzett valamit én irántam. Utána én sem tudtam visszafogni magam. Tehát ha azt mondta, hogy egy ügyféllel kell vacsoráznia, veled találkozott? Igen. Te hülyének néztél? Te a szemembe néztél, és végig simán hazudtál nekem! Mavi, tudod, bocsánatot kérek azért, amit tettem, ne haragudj rám.
De a szerelem nem ismer határokat. Színem, elég! Nem érdekelnek a szerelmi sztoriaid! Tűnj el! Kifele! És mondd meg a szerelmednek, hogy soha többé nem akarom látni. És el fogok válni tőle. Hívogat. Hello, Mavi. A pokolba veled, Ali. Megy te a fenébe. És soha többet ne hívjál fel. Kiborult, nem nyugodott meg. Színem, most beszéltem Mavival. Kiabált velem és letette. Egyáltalán meg sem hallgatott. Nem sikerült beszélnie vele? De igen, Ali úr. De nem figyelt rám, túl makacs volt végig. Még mindig azt hiszi, van köztünk valami, és nem akarja magát látni. Sőt, azt mondta, hogy el akar válni. Azt mondta, válni akar? Ez mit jelentsen? Nem mondott el neki mindent? De igen. Ali úr, úgy sajnálom. És beszélek még egyszer Mavival. Nem kell. Ez így hülyeség. Ha ilyen gyerekes, akkor biztos jobban tudja. Na mindegy. Ez van. Viszont hallásra. Gülay, hozzám és Jamalhoz, amint elvált a feleségétől, még azelőtt, hogy megnőne a hasad. Bulit is tartunk, Faisal. Már miért tennék, Gülay? Még örüljek is neki, mi? Hogy képzelted? Mit mondasz? Még csak el sem pirul. Nyugalom, testvér. Jól van, Faisal, nem orogjál. Nem tartunk lakomát. De hívd el Ayhant az esküvőre, jó? Ott kell lennie. Jó, elhívjuk. De azért ne reménykedj. Ismered Ayhant? Az agya megbomlott. Talán el sem jön. Ezt ne felejtsd el. Biztos eljön. Ayhant nagyon szeret engem. Szejfi? Tessék, Gülay. Leszel az esküvői tanú. Faisal, mit mondasz, legyek? Tőlem azt csinálsz, amit akarsz. Figyelj, Gülay, miért vagy mindig olyan gúnyos? A végén Faisal mindig csak rám mérges miattad. Elvittük Gülayt DNS vizsgálatra, apa. DNS vizsgálat? Na, ez egy jó ötlet, Jamal. De sajnos nem vált be. Zsákutca lett. Ha most megcsináltatta volna a vizsgálattól, elvetélhetett volna. És akkor most mi lesz, apa? Megvárjuk, amíg megszületik a gyerek? Igen, kicsim, meg kell. Mit tehetnénk? Voltam anyukádnál és haragszik. Megdobált engem zöldségekkel. Áldott legyen a keze, de jól tette. Anya, ha csináltam volna valamit, vállalnám a következményeket. De Istenemre esküszöm, anya, hogy ártatlan vagyok. Jamal, folyamatosan ugyanazt hajtogatod. Addig mondogatom, amíg szükséges. És most még egyszer elmondom, azért, mert ártatlan vagyok. Anya, az Isten szerelmére, kérlek, beszélj Safiéval. Még mindig mondogatja.
fiam, mit mondhatna neki az anyád? Mégis mit? Apád jól mondja. Mit mondjak neki? Ezt, hogy nézd az én Jamalom butaságot művet. Úgy a Safie, bocsáss már meg neki. Figyelj rám, édes fiam, soha nem fog neked megbocsátani. Egyetértek. Biztos, hogy el akar tőled válni. Persze, hogy elfog. Mi más tehetne? És elveszed azt a lányt, eltakarítod a piszkodat. Mi? Szó sem lehet róla. Menjen csak hozzá a gyereknek, az apjához. Az a nő csapdát állított nekem. Bebizonyítom. Még mindig állított? Tűnj a szemem előtt. Tűnés! Jól van. Legyen így. Elmegyek. Nézzenek oda. Kidobnak, mint egy kutyát a saját házamból. Annyit mondok, meg fogjátok ezt még bánni. Remélem is. Remélem, hogy nincs igazunk. Aha. A piszok elmegy. De hol van a húgod? Te sumák királynő! Na, tegyünk egy próbát. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jó, a hang rendben van. Na gyerünk, jöhet a vallomás. Gülay? Várjon egy kicsit, várjon, beszélnünk kell. Várjon, álljon már meg, álljon meg. Miről beszélnénk? Hogy miről is? Beszéljünk a piac helyzetéről és a krumpli áráról. Ja, Istenem, beszéljünk arról, mi van velünk. Figyeljen, nekem családom van. Hűséges férj vagyok, jól tudja. Nem is nézek másra, csak a feleségemre. Mi tudjuk, hogy semmi nem történt kettőnk között. Mondja, miért rágalmazott meg engem? Hő, menj a fenébe. Na, nem mehet el csak úgy. Árulja, miért mondta, hogy én vagyok a gyerek apja. Nekem ez éri meg. Kellett nekem egy buta ember, aki mellett időt nyerek, még az igazi apa visszatér. Örülsz? Örülök. Akkor azt mondja, nem én vagyok az apa. Akkor bevallotta? Nem te vagy az apa. Mivel csak ketten vagyunk, itt elmondhatom. De imádkozz, hogy az igazi apa visszatérjen, különben más gyerekét kell felnevelned. Jobb, ha beletörődsz. Jaj, maga annyira jókat mondott nekem. Akkor meg is állítom a felvételt. Te felvetted, amit mondtam? Szemét! 1, 2, 3. A felvétel után kiderül, ki is a szemét. Add ide! Figyelj! Add ide! Nem te vagy az apa. Mivel csak ketten vagyunk, itt elmondhatom. De imádkozz, hogy az igazi apa visszatérjen, különben más gyerekét kell felnevelned. Jobb, ha vele... Add ide, te szörnyetek! Add ide! Figyeljen ide rá, jó? Ezzel feljutott a vallomástevők top listájának a legtetejére. Add már ide, na! Add ide! Add ide! Jaj, édes kis unokám, a te nagymamád nagyon szeret téged, kis édesem. Kapok egy kis mosolyt? Istenem, esküszöm, úgy hiányzik az a nagy ház üres nélküle. Ne aggódjon, anyuka. Sokszor találkozunk majd, jó? Anya, az nem olyan, mintha együtt laknánk. Jaj, tényleg, annyira hiányzik. Akik ezt tették velünk, szégyeljék magukat. Igazad van. Jaj, Jamal, látod, mit tettél velünk, fiam? Nem sokáig fog hiányozni. Mert most új feleség és új unoka érkezik. Majd ők enyhítik a hiányunkat, anyuka. Mostantól az új mennyével lép majd be űrgük köreibe. Igazad van. Én is felejtettem ezt. Be fogom járni űrgüpöt az új menyemmel. Csak járkálunk és járkálunk, hogy egész űrgüpöt bejárjuk.
Mi? Jaj, Szafia, drágám, nekem csak egy igazi menyem van. Annak a neve Szafie, te vagy az édesem, jobb, ha tudod. Más nem méltó erre. Aztán őt nem engedem be a kapun sem. Érted? Legyen saját háza valahol máshol. Jaj, anyuka, nagyon köszönöm. Hadd mondjam el, hogy maga mindig is igazi értéket képviselt számomra. Nem maga tehet arról, hogy a piszok Jamal a gyereke, igaz? Édesem, ne aggódj ezért! Nem hagyom, hogy érezzék a hiányodat. Nem hagyom én anyukát egyedül egy percre sem, igaz, anyuka? Igen, olyan, mint te. Igen, ha igyekszel egy kicsit, akkor talán. És anya, el fogtok válni apával? Hallottad te magad? Hát persze, hogy el fogunk válni. Gondolod, hogy egy ilyen büszke nő, mint én nem válna most el egy ilyen férttől? Az én hiányom Jamalnak a legnagyobb büntetés. És én életfogytiglanra ítélem. Igazad van, Szafie. Istenemre igazad van. Én még az én koromban is elválnék egy ilyen férttől. De nagyon szomorú vagyok emiatt. Tényleg nagyon szomorú vagyok. Anyuka, bármikor eljöhet meglátogatni Demiránt. Hívjon fel bármikor. Add már ide! Oh, megöllek ezért! Na, add ide! Mondja csak el, kinek mutassad meg először, mi? A bátyának vagy a családomnak? Nem. Először Szafie hallgassa meg. Esküszöm, nagyon hiányzik a feleségem. Már is látni akarom. Kérlek, nem mutasd meg senkinek, a bátyám meg fog ölni. Add már ide nekem, add már ide! Akkor gondolkozott volna, mielőtt megrágalmazott. Maga élete lényeges, az enyém, nem? Add ide! Láttam, hogy követ. Szelfi, pont jókor jöttél. Gondoltam, hogy valamire készül ellened, ezért én meg titeket követtelek. Végig az úton. Nagyon jól tetted. Ez a mocsok felvette a beszélgetésünket a telefonjára, és ki akarta teregetni. Azt a mindenit. Nem te vagy az apa. Mivel csak ketten vagyunk itt, elmondhatom. De imádkozz, hogy az igazi apa visszatérjen, különben más gyerekét kell felnevelned. Jobb, ha vele törül. Semmit se fog kiteregetni. Na gyere, menjünk, menjünk. Mi? Az nem lehet. Ez biztos tévedés. Színem megőrült. Elment az esze? Jaj, Istenem! Biztos, hogy Ali nem ezt mondta neked. Anya, te azt hiszed el, amitől te jobban érzed magad. De Ali nem mond igazat, és nem érdekel, mit mond. Tőlem már akármit is kitalálhat. Várj, édes kislányom! Ne ítélkezz, amíg nem hallgatod meg, mit akar mondani, ne döntsd el előre. Tudod, színemnek pénz kellett. És pont ezért használta fel Ali hitelkártyáját. Vagyis akármire költött, annak nem volt köze Alihoz. Beszéltem vele. Érted, lányom? Ali nem tehet arról, hogy mit csinált ez a nő személy. Micsoda hazugság. Persze. Kimagyarázta valahogy a családjának. Esküszöm, hogy én teljes szívemből hiszek Alinak. Mert nézd csak, odaadta színemnek a céges kártyát, aki személyes dolgokra használta. Azért akárhogy nézed, ez elég nagy hiba, ez a helyzet. Elég nagy baj már ez is. És amit nem értek, hogy ez a kígyó színem miért mond neked egészen mást? Na, ezt aztán igazán nem értem. Anyukám, te túl sokra tartod ám Alit. Tudom, hogy nagyon csalódtál most bennem, de... Ali hazudik. Amúgy meg színe milyen buta lenne? Miért hazudna, ha tudja, hogy kiderül az igazság? Azt mondta, az első perctől vonzódnak egymáshoz. Mi? Hogy vonzódnak? Miért nem aglegényeket akar elcsábítani? Biztos azt hitte, Ali nem is nős. Anya,
Ali és Színem együtt vannak. Szeretik egymást. Esküszöm, ezt soha nem hinném el, édes lányom. Valami nem stimmel a történetben. De igen, anya. Hidd el. És te már az elején figyelmeztettél. Mondtad, hogy az a nő ne menjen a férjem közelébe. De nem őt kell hibáztatni. A férjem is értéktelen ember. A francba vele. Akkor te most a barátnődnek hiszel, igaz? Akkor jobb, ha megyek is. Jó sok dolgom van, lányom. Figyelj csak, vigyázz az idegeidre. Ne idegesítsd fel magad. Óvatosan. Édes kislányom, vigyázz magadra. Jaj. Na jó, megyek is. Jó legyél, lányom. Jaj, Istenem! Ki a fene ütött le? Istenem, nincs meg a telefonom. Hát itt van. Letörölték. Mi ez? Mi van már? Milyen csapda, amibe belesétáltam? Biztos valami bűnszervezet. Nem lehet más. Jaj, Cemál, jaj! Ez volt az egyetlen lehetőséged. Nekem nincs szerencsém. Szeretlek! Szeretlek! Cem, kérlek, ne tedd! Ne tedd ezt! Nem megyek! Nem megyek! Én nem akarok elmenni! El kell mennem, drágám! Nem is ismerem azt a nőt! Szeretlek! Olyan vagy, mint egy gyerek! Én vagyok az első nő az életedben, talán ezért szeretsz engem. Nem! Kérlek, ne tedd! Ne tedd ezt! Micsoda? Noktom, beleszeret... Ne csináld, kérlek, ne! Mondd neki, hogy ne menjen nőkülött Kúfordra dolgozni. Mavi? Te meg kihez beszélsz? A nőhöz a tévében. Tisza hülye. A férje megcsalja, de nem tud róla. Értem én, igen. Biztos, hogy innen nincs lejjebb. Mi történt? Hogy mi történt? Nézd már ide! Mi ez körülötted? Figyelj ide! Én még soha nem szívtam egy levegőt olyannal, aki szereti a rendetlenséget. Szedd össze magad! Ha? Nem hallod, amit mondok? Mit kéne tennem, Szafie? Nem akarok semmit sem csinálni. Átvertek, megcsaltak. Nem érted, mi történt velem, kedves Szafie? És velem mi lesz? Én mit csináljak? Te nemrég mentél hozzá Alihoz, de én 20 évet adtam az életemből Cemálnak. 20 évig voltam a felesége, és mindenki szerette űrgübben. Szép maradtam és fiatal a kedvéért. De ő mit tett? Nem értékelte az igaz gyöngyöt a zsebében, hanem megcsalt engem, teherbe ejtett. Egy olyan nőcskét, aki a közelembe se érhet. És ha kimondom, így még sokkal rosszabb. Borzasztóan kegyetlen érzés. Szafé, az Istenért ne mondj ilyeneket. Te tehetsz róla. Kiszívod belőlem az összes pozitív energiát, mert annyira negatív vagy. Kérlek, szedd már össze magad. Nézd rám, édesem. Átvettek, de még élünk. Nem győztek le. Ja, Istenem.
Amúgy pedig inkább a nagy görecski család tagjai lehetnének depressziósak. Például ott van Jamal. Hm? Elvesztett egy szép intellektuális, és igencsak jó szívű nőt, engem, aki ezt hasonló nem is létezik. Szerintem ne is vesztegesse az időt, legyen csak öngyilkos. Egyetértek. Halljanak meg. Figyelj csak, próbálj helyre jönni és rendet rakni. Átgondoltam és van egy ötletem, Mávi, figyelj. Na, ezt még nézd meg itt. Mivel együtt lakunk, be kell osztani a dolgokat. Ide leírtam részletesen, nézd csak meg. Jól van, édesem? Oh-oh. Ez nem jó így, Sophie. Miért? Ennyi minden házi munka. Szégyed magad, Mávi. Először is idősebb vagyok nálad. Veteránnak számítok, kisbabát nevelek. Kérlek az Istenért, ha megnézed, ez azért teljesen jogos. Gyerünk, 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 szedd össze magad, édesem. Gyerünk, drágám, fel kell töltenünk téged és a házat is. Nem mehet itt tovább, Mávi. Csinálj egy kis házi munkát, kérlek. Engedd be a friss levegőt és a pozitív energiát. Sajnálom, édesem, de én nem tudok tovább egy helyben maradni. Fogom a fiamat és kimegyek. Figyelj, ebben a negativizmusban az aurám leszáll. Mikor visszajövök, remélem a te energiád is rendben lesz már addigra. Rendben? Rendben, Mávi? Gyerünk! Rendben. Üdvözlöm, Hasibe néni. Hé! Hey! Te hazug! Te kacérkodó! Aljas! Mi történt? Majd te elmondod. Lányom, te mást mondasz Alinak, és megint mást Mavinak. Mondd el az igazat, vagy szépen, lassan, egyesével tépem ki az összes hajszáladat! De miért engem támad, amiért a lánya és a veje összeveszett? Amúgy meg mindent elmagyaráztam Mavinak. Mit kellene még tennem? Te! Azt mondtad a lányomnak, hogy Ali a szeretőd! Nézd, én... Ettől most rögtön felrobbanok itt helyben! De én nem is mondtam ilyet. Lányom, ha valakinek megbomlik az agya, azután a gyilkosságot követel, tudod? Esküszöm, most ki tudnám tekerni a nyakadat, de visszafogom magam. Mondd el az igazat. Vagy szörnyűséget teszek veled. Mondom, ki az igazsággal, lányom? Gyerünk, gyerünk! Gyerünk! De nem is értem. Én ugyanazt mondtam Alinak és Mavinak is. És bocsánatot is kértem. De ő nem hisz nekem. Tehát azt mondod, nem állítottad a lányom előtt, hogy a férjével szeretők vagytok. Esküszöm, nem mondtam, Hasibe néni. Ali úr, mintha a bátyám lenne. Mavi pedig a barátnőm. Miért mondanám, hogy a szeretőm? Megőrültem én? Jó kislány vagy, színem. Színem, soha nem fogok ebből engedni. Mondd el az igazat, jól van? És ha rájövök, hogy hazudtál nekem... Látod az ujjamat? Kiváljom a szemedet. Ezekkel az ujjakkal nyomom ki. Megértetted? Megértetted?
Megértetted? Értettem. Akkor jó. Nézd, édesem! Ez jó, nézzük csak! Csomagoljam! Ez az? Nézd, kicsikém! Ha? Nézd csak! De Mirán, édes kisfiam! Hiányzik az apa! Édesem! Menj innen! Menj! Nem engedem, hogy ránéz! És nem lehetsz ott a diploma osztóján sem! Menj! Safie, az Istenért, ne tedd ezt! Ne tedd tönkre a családunkat! Adja csak ide! Figyelj, Jamal, menj el! Esküszöm, mindjárt megőrülök! Gondolkoztál volna, mielőtt tönkretetted a családunkat! Safie, meghallgatnál engem? Uram, lenne kedves? Elküldeni innen? Nem hagy békén engem! Uram! Nem kell, nem kell! A férje vagyok, nincs semmi baj! A hölgy azt mondja, hogy zavarja, uram. Menjen! Safie, te vagy az éltető erőm. Nem tudok élni nélküled. Ha nem hiszel nekem, megyek és beugrom az első autó alá itt, kint az utcán. Dehogy is teszed meg, Jamal. Jól ismerlek. Túlságosan kényes vagy. Pedig esküszöm, nem hiszed? De nem ám. Tessék, tedd csak meg. Az Istenért számomra úgy is halott vagy már. Meglátod, Safie, megteszem. Menj! Mi a fene? Miért vezetnek itt ilyen gyorsan? Safie? Már megyek is, látod? Menj! Figyellek! De aztán majd nagyon fogsz siránkozni miattam, meglátod? Akkor megyek, hallod? Én meg figyellek, hallod? Akkor legyen. Viszlát, szerelmem. De Mirán, apa nagyon szeret téged. Menjen tovább! Safie, te megőrültél! Most majdnem megöltél engem! Ja, igazad van, Jamal, majdnem. Darabokra akarlak tépni téged, úgyhogy tűnj innen! Ja, Istenem, milyen szerencsétlen vagyok! Milyen szerencsétlen vagyok én! Refika, készítettem neked egy finom kávét. Itt csak meg, jót tesz. Köszönöm, Hasibe. Az Isten áldjon meg, de nincs semmi örömöm. Ha? Nézz körül a házban. Kong az ürességtől, csak úgy kong. Az egyik válni akar, a másik elköltözött. Nem látom az unokámat. Hasibe, lenne egy fontos kérdésem. Mavi miért nem jön vissza? Nem hisz az én kisfiamnak? Dehogy nem, Refika. Hisz neki. Csak hát... Safiét nem akarja ott magára hagyni. Ez az igazi oka. Mondd, hogy jöjjön. Jöjjön csak haza. Ne idegesítse tovább a fiamat. Nem fogja idegesíteni, ne aggódj. Én majd teszek róla, Refika.
Asszonyom, látogatója jött. Hívd csak be, hogy... Maga az. Van valami, amit meg kell beszélnünk, Refika. Vagy inkább hívjam anyukának? Dehogy. Ne hívjon engem sehogy. Kérne esetleg egy kávét? Birgül? He? Milyen kávét? Meghallgatom, mit mond, azután kísért ki innen. Rendben van? Na, menjetek innen. Ne hallgassatok minket. Csináljatok valamit a házban. Gyerünk! És csukjátok be az ajtót! Igen, most már hallgatom. Hát én nem is tudom, hogy mondjam. A bátyám elég feszült a helyzet miatt. Ő minél előbb valami megoldást szeretne. Vagyis eljegyzést, esküvőt, vagy... Mondja, maguknak elment az eszük? Az én fiamnak van felesége, Safie, érték? Tudom, de biztos nem sokára el fog válni, nem igaz? A lényeg, hogy még ne lehessen látni a hasamat. Amikor Jamal elcsábított engem, akkor azt mondta, hogy rögtön elválik a feleségétől. Na jó! Nem érdekelnek az éjszaka részletei. Nem akarom tudni. A házasságot szétrobbantó harmadiknak nincs otthona. Nem is lehet neki. Így tanították az öregek. Egyébként mondja meg a bátyának, hogy nyugodjon meg. Nem kell aggódnia tovább, és ne idegeskedjenek. Mi meg fogjuk tenni, amit meg kell tennünk. Szeret? Gyere csak! Mi van? Nézd! Segítened kell, hogy kibékülhessek Safie-val. Sajnálom, de nem segíthetek. Gondolkoztál volna akkor, amikor teherbe ejtetted azt a lányt? Hé! Hey, az egy csapda volt! Én nem ejtettem teherbe senkit! Soha nem láttam olyat, aki ezt bevallotta volna. Ilyenek a férfiak. Mindig mindent letagadnak. Ugyan! Mondd csak, akkor most segítesz, vagy nem segítesz? Nem fogok! Akkor nem segítesz? Jól van, így is lehet. Ki vagy rúgva, menj! Ha kirúgsz, én nem mindenkinek elmondok mindent! Te agyatlan! A te titkodnak most nincs semmi értéke! Mondj el mindent Safie-nak! Mondj el neki mindent, nem is az övé a gyerek. Mert neki Fatma az anyja. Rosszabb lenne? Még egyszer elhagyna, vagy mit csinálna? Igazad van. Na jó, mit csináljak most? Helyre kell hozni a dolgokat, akárhogy is. Mert így már nekem sem jó. Jól van, már érted. Menj, beszéld rá Safie-t, gyerünk! De most megsértve érzi magát. Mégis miért hallgatna pont rám? Nézze, régóta házasok. Gyerekeik is vannak. Ne dobja el. Egy családot nem könnyű létrehozni. Na! Mert ha most hallgat arra a nőre, és el fog válni, később megbánja majd, és a gyerekek fel fognak nőni. Elmennek? Akkor mit fog csinálni? Egyedül fog maradni, és csak a falat bámulja. Egyedül fog meghalni, és még azt sem veszi majd észre senki a világon. Azt akarja, hogy ez a másik nő legyen boldog a maga férjével? Tényleg ezt akarja? Ha, ez az. Szép volt szervet. Még a hideg is kirázott tőle. De ha üres kézzel megyek, nem lesz hatásos. Ja, tudtam, hogy ezt fogod mondani. Rendben van, fogd, és vegyél neki virágot, de ne rózsát, mert az túlságosan drága. Ez meg mi? Ha vissza akarod hozni a feleségedet a házba, ennél többet kell költened. Na, add ide szépen a bankkártyádat. Vehetnék neki egy szép nyakláncot. Ah, persze, édesem. Odaadom a kártyámat, és gyémántot veszel magadnak. Nem veszem be. Ezért együtt megyünk ékszerért. Hogy merészelsz ilyet mondani? Tolvaj vagyok én! Csönd legyen! Gyerünk, indulás! Jól van. Várj meg itt, hozom a táskámat.